Köszöntöm nézőinket! A Pannon Televízió, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Legkésőbb októberre minden jelölt megkapja a mesteroklevelét Baranyában. Mintegy 300 szakember szerzi meg a végzettséget igazoló dokumentumot a helyi iparkamara közreműködésével. Összesen 24 szakmában indítottak tanfolyamot megyénkben. A törvény szerint idén csak mesteroklevelet szakember oktathat a gyakorlati képzőhelyeken szakmunkás tanulókat. Mestermunkák, szakdolgozatok az asztalon. Ez volt a beugró a megyei iparkamara tanfolyamára. Azok a jelöltek készítették ezeket, akik mesteroklevelet kapnak. Kamaránkban 24 szakmában indítottuk el a mesterképzéseket, a vendéglátástól a gépiparon át, az autószektorban, illetve az építőiparban is indítottuk a mesterképzéseket. Kiemeltünk két különleges szakmát, az egyik a porcelánkészítő, a másik a bőrdíszműves. Itt egy-két főről van szó, de azt gondolta a kamara, arra gondoltunk, hogy mivel Baranya megyében ez egy nagyon régi és hiány szakma, úgy gondoltuk, hogy fölvállaljuk ezeknek a gyakorlati oktatóknak a mester képzését, hiszen mi is szeretnénk, hogyha esetleg ezek a szakmák folytatódhatnának, lenne utánpótlásuk, és ezek az emberek, akik ezekkel foglalkoznak, eljuthassanak a szakmájuk csúcsára, és hát mesterlevelet szerezhessenek. Most ugyebár július van, július eleje, aki szeretne mestervizsgára jelentkezni, megteheti-e még most, vagy várnia kell mondjuk a jövő évig? Most már minden mesterképzésünket elindítottuk, úgy tervezzük, hogy mestervizsgákkal zárjuk az évet, közel 300 mesterlevelet szeretnénk kiosztani. Jövőre 2016-ba tervezzük a folytatást, egyelőre arról nem tudok még információt mondani. Ennek a 300 embernek el kellett indítanunk a képzéseket, hiszen egy jogszabály megjelenése adott erre okot. Szeptember 1-től a duális képzésben résztvevő gazdálkodó szervezeteknél a gyakorlati oktatóknak mesterlevéllel kell majd rendelkezni, és nagyon hamar itt van ez a dátum, úgyhogy muszáj volt elindítanunk a képzéseket. Hogy kell elképzelni a gyakorlatba? Tehát van egy adott munkahely, tanműhely valamelyik cégnél, ott elég, hogyha egy mester van, és azokat segítik különböző szakemberek ott a helyszínen, akik még esetleg mondanak egy-két dolgot ott a tanulóknak, vagy csak kizárólag a mester foglalkozhat velük? A jogszabály azt írja elő, hogy ezekkel a tanulókkal kizárólag a mester foglalkozhat, és ezért van az, hogy egy cégtől több gyakorlati oktatót is befogadtunk, hiszen van egy gépipari cég, ahol van ipari gépész, gépi forgácsoló. Mi azt szerettük volna, hogy mindkét oktató szerezzen nálunk mesterlevelet, és annál a cégnél folytatódhasson a gyakorlati oktatás. A mesteroklevél megszerzése komoly teljesítményt jelent a jelöltek részéről. Egy mesterképzés két nagy részből áll. Áll egy vállalkozás pedagógia modulból, és áll a szakmai részből. Mindkettőből sikeres mestervizsgát kell tenni, ez éri együtt közösen a mesterlevelet. Szakmai résznél tovább bonthatjuk, van elmélet és gyakorlat. Ezek a résztvevők a mindennapokban ezzel foglalkoznak, azonban nagy kihívást jelentett számukra újra iskolapadba ülni, hiszen lehet, hogy a mindennapokban teljesen egyértelműen foglalkoznak ezzel a feladattal, de mindezt szóban megfogalmazni, egy szóbeli tételsor alapján számot adni szóban is a tudásukról, nem csak gyakorlatban, ez komoly kihívást jelentett számukra is, és a vállalkozás pedagógia pedig külön nehézséget okozott nekik, hiszen nem az ő szakterületük, nem az ő szaknyelvük, azonban sikerült olyan oktatókat meggyőznünk, olyan mérnöktanárokat, országos hírű oktatókat ezekre a képzésünkre, akik segítik és nagyon jó gyakorlattal, didaktikával át tudják adni a tudásukat, így nem lesz az a tapasztalat, hogy nincs probléma ezeken a vállalkozás pedagógia vizsgarészeken sem. A 2012-ben megújult országos képzési jegyzék mintájára 2013-ban a mester vizsgát, illetve a mester képzést is átalakították modulrendszerűvé.
Ez jóval összetettebb, jóval több szervezési munkát igényel a kamara részéről is, azonban sokkal modernebb, és inkább a gyakorlati részre fekteti a hangsúlyt, mint sem az elméletre. Régen mesterremeket kellett készíteni, most is kell bizonyos szakmában, azonban most egy picivel nehezebb, mert a mesterremek a beugró a mesterképzésre. Vannak olyan szakmák, mint például a műszerész, autószerelő, elektronika, ahol nincs mesterremek, hanem egy nagyon komoly szakdolgozatírással kezdődik az ő munkájuk. Nagyon magas az elvárás a szakdolgozat bel- és kültartamára vonatkozólag. Eddig az a tapasztalatunk, illetve azok a vizsgabizottsági elnöki visszajelzések, hogy az akadályokat nagyon jól veszik a résztvevők, és kiváló szakdolgozatokat készítettek ez idáig. Október végéig minden mesterjelölt megszerzi oklevelét a tervek szerint, majd november 15-én záróünnepség keretében kapják meg az igazoló dokumentumokat a mester címet szerzett oktatók. Közben készülnek a mestervizsgára a járműfényezők is Pécsett. A helyi iparkamara szervezésében elméleti és gyakorlati képzést kapnak a szakemberek. A tanműhelyünkben jártunk júliusban. Ebben az autófényező műhelyben készülnek a mestervizsgára a baranyai jelöltek. Jelenleg gyakorlati képzésük folyik. Hát a kollégám például most keveri a lakot, és ezt fogja fölhordani hamarosan bent a felületre, a munkadarabra, ami egy forgatóállványon található. Az autók felületének kezelése komoly kihívást jelenthet a szakembereknek. Erre hallunk példát a mesterjelöltől. Nagyon érdekes ez a gyári matfényezés téma, ugyanis nekünk, fényezőknek produkálni kell ugyanazt a felületet, amit ugye a gyár is produkál, viszont vannak azok a gyári matfényezésnél például azok a dolgok, amikor ugye a kuncsaft elviszi az autót, egy év múlva visszajön, hogy valami történt a sárvédővel, vagy valamilyen elemmel, és nekünk ezt reprodukálni kell. Hát ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy ugye hát minél többet mossa a kuncsaft, annál jobban fényesedik vissza a felület, de hát nekünk vissza kell mennünk ugyanarra a fényességre, már a gyári matt felület már nem jó oda. De hát nekünk hát kell kísérletezni a megfelelő szint? Így van, így több színkártyát kell fújnunk, és hát ez bizony berekerül egy pár órában, mire sikerül beállítanunk ezt a dolgot, de természetesen meg tudjuk oldani. Az autó pontos színének megállapításában egy műszer segít. Színmérés történik, most háromféle szögből, ezt föl kell emelni, és más szögből kell rátenni, azért, mert metálfényezésnél nagyon fontos az, hogy a szemcsék hogy állnak, de hát ezt így egy különböző állásokból ez a színmérő készülék leméri, és itt most a harmadik is megvan. Ilyenkor be kell írni a nevét neki, hogy mi a színszáma, de ez mondjuk egy ötös lesz most mondjuk. Az ötödik mérésünk elmenti, és innentől kezdve akkor bemegyünk és rádugjuk a számítógépre. Egy program segítségével azonosítják be a megfelelő színű, típusú festéket. Ezt kell majd használni ennél az autónál. Ettől a tanévtől csak mesteroklevéllel lehet gyakorlati oktató egy-egy szakember. Ezt a címet szerzik meg, ezek a jelöltek is. Legtöbbjük már évtizedek óta dolgozik szakmájában. Megtetszett ez a szakma annak idején, ezelőtt 20 éve, és jelen pillanatban ezt a mesterképzést is úgy csinálom, hogy a Pécsi Iparkamarától jött a megkeresés, és szóltak, hogy van erre lehetőség, ami nekem már egyébként már régóta terve volt, és örültem is ennek a lehetőségnek, pláne úgy, hogy mostanában a tanulóképzés csak úgy lehetséges, hogy van egy ember a szakmában, akinek van mestervizsgája, és így ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy megcsinálom, hiszen vannak szükséges tanulók? Hozzá. Természetesen vannak tanulók, ők is úgy veszem észre, hogy szeretik, szóval igyekszem én is úgy kommunikálni velük, hogy megtetszen nekik ez a szakma. Ami újdonság volt a tanfolyamon, mindenképpen hát inkább az elméleti modulokat emelném ki, mert ott voltak olyan dolgok, amik számunkra újdonságot hoznak, ugyanis a mi szakmánkon belül ugye mi járunk képzésekre is,
és hát ezeken a képzéseken belül az új anyagokat, az új technológiákat tanuljuk, ezt magát a festékrendszeren belül csináljuk. Viszont az elméleti moduloknál, most amit az első részben vettünk, ott nagyon sok új és hasznos információkat sikerült megtudnunk, mint például a pedagógia, pszichológia és hát ezek az adó pénzügyi ismeretek, marketing ismeretek, de hát ezek mind-mind olyan dolgok, amikben nem mozogtunk eddig, és most sikerült erre is rálátásnak lenni. Összesen 8-an vannak a járműfényező mesterjelöltek. Korábban nem nagyon volt a fényezésbe mester kialakulóban, nem volt kötelező, úgy tudtak vállalkozást csinálni, hogy nem kellett hozzá, úgyhogy ez nagyon el is maradt ebbe a térségbe, tehát Baranyában nem is nagyon volt ennek jelentősége. Hát most van jelentősége, és hát tulajdonképpen azt látom, hogy több évtizedes gyakorlat után is jönnek ide, egymásnak átadják a szaktudásokat, kipróbálnak olyan dolgokat, amiket egy valamelyik jónak látott, megpróbálja a másik is, tehát ilyen kis csapat verődik össze, úgy látom ebben a dologban. Beszéljünk egy picit a szakmáról. Eleve hányan vannak itt a megyében, ha esetleg számot tudna mondani, illetve magáról a szakmáról, hogy mennyire hosszú távú ez, mit gondolva arra, hogy azért a gépesítés, a különböző dolgok bejönnek mindenhol, itt azért marad az emberi kézes szükség lesz, vagy pedig nem? Hát hál' Isten ez a szakma mindenképpen marad, tehát hogyha elektromos autóról vagy akármilyen hibrid autóról is fogunk beszélni, a karosszéria valószínű, hogy hasonlítani fog még 50 év múlva is az autó mostani alakjához, illetve hát ha műanyagból lesz az öme, akkor is fényezni szükséges. Tehát ez a szakma ilyen szempontból kiváló a hosszú időben végzéshez. A pikantériája a dolognak az, hogy egyre kevesebben jelentkeznek fényezőnek, ma már a vállalkozások érzik is ezt, tehát nem lehet jó fényezőt találni, hiányzik van belőle, így fogalmaznék. És igazából még egy nagy dolog van, hogy idén az úgynevezett szintvizsgát milyen meg tudták csinálni, tehát akik az iskolában vannak, a szintvizsgán túl vannak, de szeptembertől nem lesz olyan csoport, akik az iskolába mennek, mert nem jelentkezett még senki. Tehát valószínű idén szeptemberben nem lesz osztályindítva. Pedig a cégek hosszú távra keresik az autófényezőket. A kereset biztos megélhetést nyújt a szakmában dolgozóknak. Július 1-jével létrejöttek a szakképzési centrumok hazánkban. Ezzel a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerülő köznevelési intézmények 44 szakképzési centrumba szerveződnek. Az új rendszerben a szakképzési centrumok szakmai és gazdálkodási önállóságot, a szervezeti egységként működő iskoláik pedig részleges gazdálkodási önállóságot kapnak. Az intézkedés gyorsabb és rugalmasabb reagálási lehetőséget biztosít a gazdasági igények változására. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara már felvette a kapcsolatot a helyi szakképzési centrummal. Az együttműködéssel a baranyai szakképzést erősítik majd ősztől. Azt tudni kell, hogy az egész szakképzési rendszer most a nyáron a szakképzési törvény módosítása kapcsán átalakul. A baranyai 14 szakképzési iskola egy úgynevezett pécsi szakképzési centrum intézménybe integrálódott, és ez a 14 szakképzőiskola adja tulajdonképpen a pécsi szakképzés, vagy a baranyai szakképzési kapacitásnak a 90%-át. Némely iskolák nem tartoznak ide bele ebbe a szakképzési centrumba, ilyenek az agráros iskolák például, amelyek egy másik kamarához vagy tárcához tartoznak. Tehát itt a pécsi szakképzési centrum vezetőivel már felvettük a kapcsolatot, elkezdtük az egyeztetéseket, és biztosítottuk egymást arról, hogy ez egy olyan fontos terület, a pályaválasztás területe, amelyben nekünk kötelezően együtt kell működnünk. Egy utasszállító repülési élményét nyújtják az egyik baranyai faluban. Boeing 737-es szimulátorral várják a turistákat Alsómocsoládon. De planetáriumot is építettek itt, valamint a helyi élővilágot bemutató múzeumot nyitottak a településen. A Baranyai Turizmus Segítő Kamarai Klaszter nemrég látogatott el a faluba. A Baranya Land a megyei turisztikai vállalkozásokat fogja össze. Legújabb programjukkal külföldön tennék ismertebbé a megye látványosságait.
Egy Boeing 737-es repülőgép szimulátorral várják a turistákat Alsó-Mocsoládon. Valamint planetáriumot, természettudományi múzeumot, gyerekkuckót alakítottak ki a 352 fős baranyai településen. Ezekkel ismerkedett a megyei kereskedelmi kamara turisztikai klasztere júniusban. Azért ezt a helyszínt választottuk, mert ők az Alsó-Mocsoládi Turisztikai Központ a Baranyalan Turisztikai Klaszter új tagja, és Szilvia a klaszternek, illetve a turizmus központnak a menedzsere volt a vendéglátónk, és felajánlott, hogy bemutatja a legújabb fejlesztéseiket, legújabb projektjeiket. És ez nagyon izgalmasnak bizonyult, hiszen ez az egész klaszter arról szól, hogy a helyi dél-dunántúli baranyai turisztikai vállalkozások jobban megismerjék egymást, és a személyes kapcsolataikon keresztül is tudjanak közös csomagokat kialakítani. Nyilvánvaló célja minden ilyen együttműködésnek, hogy egyrészt ide vonzuk a turistákat, hogy ez a régió kínálatát megismertessük velük, másrészt, hogy ha már idejöttek, akkor az éjszaka számot, tehát amit itt töltenek, éjszaka számot tudjuk növelni. A Szilviáiknak az ilyen jellegű projektfejlesztései igazán színesítik ezt a körképet. Náluk van most egy gyönyörű, nagyon új planetárium, egy hihetetlen természettudományi múzeum, gyerekeknek interaktív, ahova iskolákat is várnak. Jellemzően egyébként a szálláskínálatuk is inkább ez az iskolai ilyen turista szállás jellegű, viszont abból egy nagyon magas színvonalú. Éppen azon a héten volt, amikor egész Magyarországról, ugye az országjárás hetében elindultak hozzájuk csoportok, és Bikal is jelezte, hogy azon az egy héten 1500 vendéget pörgetett végig a Bikali élménybirtokon. Nagyon izgalmas egy új Boeing 737-es repülőgép szimulátoruk van, amit ki is próbálhattak a klasztertagok. Ez nagyon-nagyon izgis volt, tehát tényleg élményszerű volt. Ezt gyerekek is kipróbálhatják, felnőttek is, úgy érzem, hogy ez így mindenki számára egy olyan élmény, ami nem mindenhol elérhető, ráadásul nagyon elérhető áron tudják ők ezt adni. Egy csodás csónakázó tavuk van, egy gyönyörű kemencés vendégfogadó részük, ahol kemencébe csülköt sütöttek nekünk, tehát ilyen fantasztikus élmény volt, ajánlom mindenkinek. És ezeken az üléseken gyakorlatilag egymás számára is elmondják, hogy milyen fejlesztésekbe gondolkodnak, hogy hogyan tudnak ebben ezekből közösen profitálni, hiszen ez soha nem egy valakiről szól, soha nem egy vendéglátóról szól, hanem ezt felajánlják a tagok egymásnak is, hogy tudják a saját vendégeiknek ezt ajánlani, mint szolgáltatás. A Baranyalent turisztikai klaszter új tagja az Alsó-Mocsoládi Vendégház. A turisztikai egyesülés külföldön is népszerűsíteni akarja a baranyai látványosságokat. Erre egy most induló nemzetközi program ad lehetőséget. Egy görög partner keresett meg minket azzal, hogy tudunk-e együttműködni, vagy szeretnénk együttműködni velük és további 5 országgal egy olyan turisztikai projektben, ahol olyan csomagokat alakítanánk ki, ami az időskorúak és fiatalok, tehát ez kifejezetten a nagyon idős és nagyon fiatal korosztálynak a szezonon kívüli utaztatásáról szól, ami egy nagyon érdekes projekt, gyakorlatilag a pszichológustól, a dietetikuson keresztül, a gerontológusig, tehát minden olyan szakembert állít össze, vagy hadrendbe ez a projekt, és turisztikai szakembereket, akik az adott régiónak a kínálatából alakítanak ki egy csomagot, egy adott korosztály igényeire szabva. És itt tényleg a táplálkozástól kezdve a gyógyulási vagy rekreációs lehetőségig, vagy nyilván a fiatalok számára a játékig, az adott terület megismeréséig összeállítanak csomagokat, és utána kvázi próbacsoportokat indítanak el, tehát egy idősekből összeállított, tehát 55 pluszról beszélünk, egy ilyen próbacsoport 4-5 fővel ezt a programot 10 napig teszteli. Mondjuk Görögországba, vagy Szlovéniába, vagy Horvátországba. És utána ez a csoport gyakorlatilag számunkra egy önkéntes munkát végez, mert elmondja a tapasztalatait, elmondja, hogy mi az, ami működött, mi az, ami lehetne javítani. Tehát egyfajta ilyen próbautak keretében fog az kialakulni, hogy mi lesz a csomagnak a végleges tartalma, de teljes spektrumon, tehát táplálkozás, utazás, szálláshely, tehát minden. És utána ezekkel elindulunk kiállításokra, és ezeket a csomagokat az adott régióba kínáljuk ennek a korosztálynak, tehát a nagyon fiataloknak és az idősebbeknek. A résztvevők Szlovénia, Olaszország, Görögország, Horvátország, Bulgária és hazánk. Az országok egymás turisztikai programjait ajánlják majd.
Gépipari szakkörök alakításával segíteni az általános iskolások szakmaválasztását a Dél-Dunántúli gépipari klaszter, valamint az egyetemen is erősítik az együttműködést, hogy még több mérnök dolgozhasson a régió gépipari vállalkozásainál. A klaszter idei tevékenységét értékelte az elnökségi tag. Az idei első fél évét értékelte a Dél-Dunántúli gépipari klaszter. A megyei iparkamara a társulás menedzsment szervezete. Fontos feladata a klaszternek a szakképzés támogatása, hiszen hiány van a gépipari szakmunkásokból, mérnökökből. A szakképzés kapcsán három célt fogalmaztunk meg. Az első ezek közül az, hogy éppen a szakember hiány miatt növeljük a pályaválasztóknak az arányát a jelentkezőkön belül. A másik az, hogy a tartalmat piacképesebbé tegyük a képzésben, illetve hogy olyan jogszabályi kereteket és finanszírozási környezetet tudjunk megteremteni, hogy a vállalkozások motiváltabbak, érdekeltek legyenek ebben, ennek a megvalósításában. Az első ezek közül a növelni a pályaválasztóknak az arányát, a műszaki pályát választók arányát, ez erre egy konkrét pályaorientációs alprojektet indítottunk a képzésfejlesztésen belül, amiben beletartozik az is, hogy megjelenünk pályaorientációs rendezvényeken, beletartozik az is, hogy felkeressük az általános iskolák végzős évfolyamait, és bemutatjuk azt, hogy milyen életpályát jelenthet számukra a gépipari életpálya, de azt is jelenti, hogy szakkörök indulnak az általános iskolákban, idén ősztől pilot jelleggel 4 pécsi általános iskolában gépészeti, gépipari témában, a Rácvárosi iskolában, a Bánki Donát utcai általános iskolában, a Gyárvárosi iskolában és az Ilyés Gyula iskolában. Ezeknek a szakköröknek a tapasztalatain okulva pedig szeretnénk ezt kiszélesíteni, azzal a céllal, hogy akkor, amikor egy fiatal pályaválasztás előtt áll, akár maga dönt erről, akár a szülők, ugye nekik nagyon nagy szavuk van és fontos szerepük van a pályaválasztásban az általános iskola végén, akkor legyen egy reális alternatíva az, hogy valaki a gépipari életpályát választja, legyen benne az a lehetőségek között, és legyen egyáltalán fogalmuk arról, hogy mit jelent az, hogy a gépiparban dolgozni, akár szakemberként a gép mellett állva, akár tervezőasztal mellett ülve. Nagyon nagy szükségünk van hegesztő szakmunkásokra, lakatosokra, csőszerelőkre, villanyszerelőkre, CNC gépkezelőkre. Nehéz jó mérnök embert találni, de gyakran akár mérnököt is, elsősorban gépészmérnököt, de olykor villamosmérnököt is. Ezek a legáltalánosabbak, amikben a mi területünkön hiány van. Cégspecifikusan vannak még hiányok, de talán ez a legfontosabb csoport. A gépipari klaszter tagjai közösen szerzik be a működésükhöz szükséges alapanyagokat, energiahordozókat. Ez olcsóbbá teszi tevékenységüket. A közös beszerzés azt jelenti, hogy a 25 klaszter tag együtt, mert a klaszternek immár 25 tagja van, sokkal nagyobb piacot és vásárlói potenciált képvisel, mint az egyes klaszter tagok külön. Egy-egy klaszter tag önmagában, ugye méreténél fogva általában néhány 100 milliós, 1-2 milliárd forintos árbevétellel rendelkezik, lefelétől nem nagyon van eltérés, fölfele van egy-két kiugró nagyobb vállalkozás, de mégis körülbelül azt mondom, hogy ez egy átlagos klaszter tag árbevétel méret, viszont a klaszter 25 tagja együtt foglalkoztat 3100 embert, és 2014-ben volt neki összesen 81 milliárd forintos éves árbevétele. Ez azt jelenti, hogy emellett az árbevétel mellett persze ott van egy nagyságrendileg ezt megközelítő beszerzés is, és amikor azt mondjuk, hogy néhány milliárd vagy 10 milliárd forintot szeretnénk elkölteni közösen alapanyagra, energiára, vagy 100 milliókat üzemanyagra, akkor arra már érdemes odafigyelni, és érdemes a szolgáltatóknak, a kereskedőknek komolyan venni azt, hogy itt egy olyan beszerzési közösség lép föl, akit érdemes jobb ajánlattal megkeresni, mert cserébe olyan nagy potenciált, olyan nagy forgalmat fog tudni bonyolítani. A klaszter tevékenységével olyan címet nyert, ami előnyt jelent a tagok pályázati tevékenységében. A klaszter tavalyi évben elnyerte az akkreditált innovációs klaszter címet, aminek nyilván volt több feltétele, de hát nyilván ennek az egyik alapja az, hogy a klaszter tagok közösen innovatív termékfejlesztésbe, szolgáltatásfejlesztésbe fognak bele. Viszont amellett, hogy zajlik ilyen közös fejlesztés, közös innováció, az, hogy a klaszter tagok egy akkreditált innovációs klaszternek a tagja, azt is jelenti, hogy egyre növekvő számú pályázaton indulva ezért a tagságért pluszpontokat kapnak. Tehát, hogyha valaki legalább egy éve akkreditált klaszternek
a tagja, akkor a pályázatok, számos pályázat elbírálásánál, jelenleg a mi cégünk is pályázik most olyan pályázaton, ahol emiatt a klaszter, akreditált klasztertagság miatt pluszpontokat előnyt élvezünk. Ez egy nagyon jó minőségbiztosítási szempont, azt gondolom, a pályázatok odaítélésénél. Emellett, ami szintén valahol a klaszter munkáját minősíti, megítéli, illetve mutatja ennek az eredményességét és a belefektetett energiát, hogy ebben az évben, márciusban a klaszter a szakképzési projektjével elnyerte a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési díját a kooperáció kategóriában. Azért emögé háttérként oda tenném, hogy a klasztertagok több mint 300 tanulót foglalkoztatnak. A klaszter volt az, amelyik elindította az egyetemmel együttműködésben a duális képzésre tavaly évben. Összesen 14 vagy 15 mérnök hallgató vett részt az első évfolyamon. Mintegy 20 jelentkezőből választottuk ki őket. Most volt a felvételi a következő évfolyamra, ahol 30 jelentkező volt. Az összesen 90 körüli jelentkező számból az összes mérnökképzést, ennek a harmada a gépész mérnökképzésre jelentkezett, ahol tavaly elindult a duális képzés. Ezt a szakképzési együttműködést a jövőben tovább erősítik majd. Ezzel párhuzamosan a szervezet működtetésével további címeket, elismeréseket szeretnének elérni. Innovatív a vállalkozáson vagy nem? Erre a kérdésre adhat választ a Bochumi Egyetem módszere. Felmérések szerint a vállalkozások hiába állnak elő egy jó ötlettel, mégis 80%-uk már a kezdeteknél elbukik, mondják a német szakemberek. Ezért kell felmérni a cégeket már a kezdetekkor, hogy képesek-e hatékonyan megjelenni a piacon új termékükkel, szolgáltatásukkal. Ebben segít a németek által kifejlesztett módszer, mely feltárja, milyen hiányosságok vannak egyes innovatív vállalkozásoknál. Pécset már 2 éve együttműködik a német partnerekkel a helyi iparkamara. Most készülnek azok a tananyagok, amelyek a közösen kidolgozott módszert segítenek megismertetni a pécsi és megyei vállalkozásokkal. Év végére készülnek el a segítő kézikönyvek. Legyen innovatívabb a vállalkozásom, ezt szeretnék a cégek elérni. Ehhez kapnak módszert a Pécsi Iparkamarától hamarosan. Mi is ez az eszköz, illetve a módszer? Ez egy diagnosztikai módszer, talán ahogyan mondtam, és hogy miért van erre szükség? Valamikor réges-régen Darwin mondta egyszer, hogy nem az a faj fog fennmaradni, amely a legerősebb vagy a legintelligensebb, hanem amelyik a legjobban tud alkalmazkodni. Most az innováció is egyfajta alkalmazkodás, vannak erőforrásokban gazdagabb cégek, akiknek a találmányait, innovációit mi alkalmazzuk, ezekhez alkalmazkodunk mi, és lassan az életünk részévé válnak, mint például a mobiltelefon, illetve vannak olyan szegényebben ellátott cégek, akik pedig hát igyekeznek a saját szűkös erőforrásaikat úgy hatékonyan felhasználni, hogy fennmaradjanak minél tovább. Most sok minden van az innováció és az evolúció között, ami közös, de van egy nagyon lényeges különbség, az pedig az, hogy az evolúciónak nagy, illetve sok lehetősége van hibázni, a cégeknek pedig nincsen. Tehát őnekik szükség van a gyors, pontos, jó tervezésre, és ehhez kellenek a diagnosztikai eszközök. Ez az InnoCAN, ez egy ilyen eszköz. Tehát egy párbeszéd alapú megközelítés, ami hát egy nagyon rövid, összesen 2-3 óra alatt képes egy aktuális állapotot, illetve a cég munkatársainak az aktuális véleményét is megtudni. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a cég vezetője, ha tisztában is van azzal, hogy merre felé halad a cég, mit szeretne ő elérni, de a cég munkatársai pedig nem tudják, és nem együtt mozognak, akkor nem biztos, hogy ugyanazt a megfelelő eredményt fogják elérni, amit szeretnének. Ezzel a módszerrel többek között a szervezeti felépítésben maradt lehetőségek kiaknázásával javíthatnak a vállalkozások helyzetén. 4 dimenzió mentén vizsgáljuk meg a cégeket, illetve a szervezeteket. Ez a stratégia, a folyamatok, a struktúra és a munkatársak. Gyakorlatilag ezeken a folyamatokon, hogyha végigmegy a munkatárs ezzel a 20 perc alatt kitölthető kérdőiben, akkor minden ilyen azonáltal is említett kérdésre választ fog adni. Az is előfordulhat, hogy nem fog tudni egyes kérdésekre válaszolni, de az is egy fontos visszajelzés.
És így van, tehát hogyha például a cég szeretne lépni egyet, tehát vagy egy új piacra szeretne lépni, vagy méretet szeretne ugrani, akkor egy ilyen diagnosztikai eszköz az mindig fontos. Ennek a projektnek lesz egy lezárása, de most jövőre, és elkészül egy kézikönyv, és mi ez pontosan, ki kaphatják meg, tud-e majd segíteni? Így van, tehát 2015 végén már azt mondhatjuk, az Innovate projekt befejeződik, de ahogy mondtam, ezt tovább fogjuk vinni. Modulok fognak, olyan önálló tanulást segítő modulok fognak majd képződni, melyek segíteni fognak remélhetőleg a vállalkozásoknak. Három modul van, egy innovációt segítő, egy változásmenedzsment és egy minőségirányítási modul, tehát ezeket fogják megalkotni a kollégák Németországban, és ezt fogjuk mi is megkapni. Nem azt jelenti, hogy csak a német módszert kapjuk meg mindig, egyéb országoknak a legjobb gyakorlatai is beépülnek majd. A német és a magyar partnerek mellett több európai ország is csatlakozott a diagnosztikai módszer kidolgozásához. A résztvevő országok mindegyikében megkapják majd a módszer kézikönyvét a helyi iparkamarák. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!